Mindenkinek, Sóti vagyok, és egy újabb Techy tutorial videóval jelentkezem, és ezúttal nem egy, hát egy saját ötletből született ez a szerkezet, hanem egy kedves nézőm írt nekem egy levelet, vagyis egy kérdést, hogy hogy kell megoldani azt, hogyha van egy rakat vödrünk, amiben van valami folyadék, jelen esetben olaj, és mi azt be akarjuk nyomni egy tankba. Először azt itt, és ugye nem a jogklikkelgetős módszert szeretné választani, mert mondjuk nagy üzemben van neki valahonnan vödörből olaja, ami nem tudom honnan, de van. Először azt hittem, hogy olyan könnyű a szerkezet, amikor elkezdtem, akkor voltak egy-két apró problémák, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nem árt, hogyha bemutatom, mert esetleg másnak is hasznára válhat. Úgyhogy most itt vagyok, és be is mutatom. Megépítve a szerkezet így néz ki, nem túl nagy, de igen, szóval, hogy azért annyira nem túl bonyolult szerkezet, nem is túl drága előállítani. Úgyhogy, és egy picit most lecsapoljuk. Ops. Na, oké. Csak hogy lássatok, hogy tényleg tölt. Szóval az alap működési elv, először elmagyarázom, aztán megépítjük. Az úgy néz ki, hogy, hogy mit látjátok, ugye ebben a tároló egységben vannak az olajos vagy valamilyen folyadékot tartalmazó vödreink. Fogja szépen egy filter, és az olajos vödröket belerakja egy diplójárbe. Ami jelet kapva, ugye, kirakja maga elé azt a folyadékot. Azt egy pumpa felszivattyúzza, szépen belevezeti a tankba, az üres vödröket pedig egy másik filter, szépen kiszippantja és elvezeti, hát vagy ebbe vissza, vagy valahova el. Így, hogy igazából, mint említettem, nem túl bonyolult a szerkezet, de azért, hát ha valakinek segít, úgyhogy gyorsan össze is dobom. Itt valahol, ahol még van hely, esetleg mondjuk itt. Ez először is a tárolóegységünk, ugye amit majd még nem sokára föltöltök vödrökkel, de azt még nem most. Aztán jöhet a másik irányba. Aztán jöhet nekünk szépen a filterünk, aminek ugye a hát sárga felé mindig az alapján szoktam beazonosítani a filtert, az a tárolóegység felé néz. Ezután jön egy diplójer, aminek a kivezetése az ellenkező irányba néz. Ezt körbevesszük valamivel, ez fontos, mert ha csak úgy itt hagyjuk, akkor mindig rakja le, meg bágosan, meg blabla. Ez, hogy valamivel körbevesszük szépen, és rárakunk egy pumpát. Ugye egy ilyen pumpát, erről is volt már szó sokszor a többi dologgal egyetemben. Szóval ez megvan, ezt fogjuk szépen is egy pneumatik tubon keresztül. Ops, nem azon, hanem egy pipe-on keresztül, elnézést. Kivezetjük szépen. Egy waterproof pipe-on természetesen, mert hát folyadékot szállítunk. És természetesen, hogy a rosszat rakom le. Na szóval. Igen. Szóval, ha megvannak ezek a kis... Szóval megvan ez, akkor jöhetnek ugye a vödrök kivezetései, mert így nagyon hamar megtelne a diplójár. Fogunk, és egy... Oké. Egyszerűbb lesz, hogyha csavarhúzóval állítom, ugye ezt már szerintem mindenki tudja, hogy ezen lehet. És nem így kell, igen, hanem erre fele kell nézni a diplója felé, mert hát ugye mindig arra fele néz a sárga, ahonnan kiszedi az anyagot. Na szóval, ha ez megvan, akkor szépen ezt elvezetjük valahova. És igazából ennyi is maga a szerkezet. A pumpára rá kell kötni természetesen egy kevés redstone energiát, amit én itt most jó sokkal oldottam meg, vagy nem redstone, hanem valamilyen engine energiát, ami igazából nem feltétlenül kell ennyi, mint amennyit én kötöttem rá, csak azért, hogy gyors legyen. Szóval arra figyeljetek, hogy, hogy a deployer akkor is ki dobhatja az anyagot, hogyha nincs felszivattyúzó, vagyis az a lényeg, hogy össze kell egyeztetni a pumpának a felszivattyúzási sebességét és a diplóriunk mellé rakott timert. Szóval az nem jó, hogyha a timer gyorsabban üt, mint ahogy a pumpánk felszivattyúzza. Ezt attól függően szivattyúz ugye a pumpánk, hogy mennyi sok energiát kap. Ha rákötünk pár
robbanó motoros engine-t, akkor nagyon gyorsan tud szivattyúzni. Még ha csak egy-két redstone engine-t, akkor igencsak lassan. Úgyhogy ezt érdemes összehangolni. Szint úgy a másikat, hogy ne az legyen, hogy itt. Hát mondjuk ennek mindegy, hogy mekkora sebességen van, mert végül is ez csak a kiszivattyúzást csinálja, és hogyha úgysem nyomja ki gyorsabban, akkor mindegy. Szóval, hogy az elég, hogy ezt a timert, ami a deployernek az ütemezésért felelős, amit ide rakunk, ezt mindenképpen állítsátok olyan sebességre, hogy összhangban legyen azzal a sebességgel, amennyi energiát kap a pumpa, és amilyen gyorsan tudja ezt felszivattyúzni. Ez így szerintem érthető volt talán. Ez a másik, ez meg igazából az a lényeg, hogy ugye szintén ugyanazon az a ütemen legyen, mint az. Így né. És igazából ennyi is a szerkezet, ezt most igazából rá kéne kötni. Na, ezt még meg is csinálom, akkor csak meg bebizonyítsam, hogy nem hazudtam és működik. Aztán a végén úgyse fog működni, na szóval. Ráköttünk egy kevés energiát. Ups. És feltöltjük vödrökkel. Mondjuk nem olajt fogok ez esetben, hanem water-t. Szóval igazából ez bármilyen folyadékkal működik. És ha minden igaz... Ja, igen, és a filtereket beállítani. Hoppácska, ezt nem elfelejteni. Hogy ugye a kimenő filterhez kerüljenek az üres vödrök, a bemenő filterhez, ami a deployerből számítva befelé megy, ez, itt alattam, ebbe pedig ugye a teli vödrök. És ennek köszönhetően esetleg olyan ládából is tudunk szivattyúzni, ami nem feltétlenül csak ezeket a dolgokat tartalmazza, hanem hogyha keverve tartalmazza a dolgokat, akkor is tudunk belőle szivattyúzni ugye a filternek köszönhetően. És ha minden igaz, igen, akkor most ott szépen lerakta a vizet nekünk. És amennyiben jön ide energia, amit ahogy látom most nem igazán jön, vagy jön, de jön. Akkor ez szépen fel is szivattyúzza nekünk egy nem létező tank. De létező tank, csak rosszul kötöttem be természetesen. Az egyik, hogy felszivattyúzza nekünk itt a vizünk, csak ugye ez be már nem tudja beletölteni. Szóval működik. Igazából ez annyira nem túl nehéz szerkezet, szerintem aki picit ért a... ezekhez a típusú tekit részén, na tekitnek ez a részéhez, az akár maga is össze tudja dobni. Tényleg nem tartalmaz semmi extrát. Ez egy olyan szerkezet, amit így kérdeztek, és nekem ez ugrott be. Úgyhogy ezt is szépen elmutattam, és remélem, hogy segített. Nos, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor a következő videóig is. Sziasztok!